Magyarországon 2010 óta csaknem 20%-kal csökkent a lopás miatt indult büntető eljárások száma. Ennek ellenére a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, a zsebesek számára továbbra is a december a főszezon. A rendőrök azt tapasztalják, hogy az emberek bevásárlás közben nem figyelnek oda kellőképpen értékeikre, különösen a karácsonyi vásárlási lázban tömegben. Ezt használják ki a bűnözők. Táskából kilógó pénztárcát, bevásárlókocsiban felejtett értékeket és autóban hagyott táskát is előszeretettel rakják el a zsebtolvajok. Ezért a rendőrség azt tanácsolja, ne hagyjuk őrizetlenül táskánkat a bevásárlókocsin, még akkor sem, ha csak egy sorral megyünk arrébb, 1 kg lisztért. Abban az esetben, hogyha a bevásárlókocsinknál nincsen senki, akkor a táskánkat mindenképpen vigyük magunkkal. Másik nagyon fontos, hogy értékeinket, amikor kiszállunk járművünkből, soha ne hagyjuk látható helyen, mert akár egy üres doboz, egy üres táska, egy üres szatyor is figyelem felhívó lehet azoknak az embereknek, akik ezzel foglalatoskodnak az ünnepi időszakban. Komlósinék is, Anett azt mondja, pénzt, bankkártyát, igazolványokat lehetőleg a ruha belső zsebeiben tartsuk, a bankkártyánk PIN-kódját pedig soha ne a pénztárcánk jól látható helyén tároljuk. A kézitáskát pedig cipzározzuk be, és érdemes azt magunk előtt hordani. A rendőrök továbbá azt javasolják, nagyobb értékű csomagot ne hagyjunk az autónkban. Ha lehetőségünk van rá, vigyük előbb haza, és utána folytassuk a vásárlást. Ha azonban erre nincsen mód és lehetőség, akkor valaki ezeket a nagy értékű tárgyokat mindig őrizze a bevásárlás során. Amennyiben készpénzzel fizetünk az üzletekben, lehetőleg annyit vigyünk magunkkal, tanácsolja a rendőrség szóvívője, amennyire szükségünk lesz. Több százezer vagy esetleg több millió forint semmiképpen se legyen nálunk.